Az ukrán légierő beszámolója szerint a légvédelmi rendszerei az éjszaka folyamán a 45 szahit támadó pilóta nélküli repülőgéből 40-et megsemmisítettek. A légiriadó a fővárosban csak nem két órán át tartott, közölte Szerhi Popko a kijevi katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy Kiev felett az összes drónt megsemmisítették. Az előzetes információk szerint a fővárosban vagy annak közelében nem voltak sem áldozatok, sem anyagi károk. Ukrajna déli katonai parancsnoksága azt közölte, hogy légvédelmi rendszerei több mint 5 órán át működtek, és 26 Oroszországból indított drónt semmisítettek meg több déli régió, elsősorban a Fekete-tenger melletti Mikolaiv régió felett. A dél-ukrajnai támadásban legalább egy civil megsérült, közölte a hadsereg. Hozzátették, hogy az ellenség számára ismét az infrastruktúra és az agráripari létesítmények parti sávja volt a prioritás. Egy lezuhan drón törmelékei és a robbanás hullám lakóházakat és egy gázvezetéket rongált meg Mikolaivban, írta a helyi katonai parancsnokság. A Fekete-tengeri Odessa kikötőjénél az ukrán hadsereg közlése szerint négy drón zuhant le.